Plébános úr, néhány nap múlva itt van Szenteste, Karácsony. A Beledi Egyházközség hogyan készül erre az ünnepre, mi várható? Hát most már hamarosan küszöbön van a karácsony ünnepe, ami az évi nagy ünnepek közé tartozik természetesen. Az Isten gyermek jön le közénk, és mutatja meg az ő szeretetét, elhozza az isteni szeretetet a földre. A templomoknál ilyenkor itt Beleden is az előkészület is folyik, a templomnak a rendbetétele, aztán a karácsonyfák állítása. Nálunk a főoltár mellett és a mellékoltárnál szoktunk állítani karácsonyfát, a Betlehemet tesszük ki, és így hát kicsit másként fogad akkor már mindenkit ugye a templom. Hogyan alakulnak a szentmisék Szenteste, illetve a karácsony idején? Nálunk sajátosan most majd úgy várható, hogy 4 órakor, emlékezetem szerint 4 órakor lenne a gyerekeknek a karácsonyi játéka, és azt követően a szentmise bemutatása történik. Itt már a karácsonynak a vigília misét mondjuk, kicsit korábbra kerül, más helyek is vannak, és ezért be kell osztani. Tehát ez egy ilyen sajátosan az idén így lesz. A másnap, a karácsony napján, Szent Karácsony napján, tehát most az idén ugye nagyon különös, hogy éppen vasárnap esik a karácsony, délelőtt, vagy hát reggel 8:30-kor lesz a Szent Mise, ami szokott időnk szerint. Erre a napra szoktak jobban megjönni a híveink, ugye a reggeli órában van ez, délelőtt, ez a 8:30-es a kezdési időpont. Másnap van Szent István vértanúnak az ünnepe, ott is ez a 8:30-es időpont marad meg. Tehát itt a lényeg az, hogy könnyű követni a reggeli misét, úgymond, mert ez a 8:30-es a kezdésünk. Talán így könnyebb ezt így követni, és aztán ezt követik a többi ünnepnapok, úgyhogy gyakorlatilag a karácsonyi idő vár ránk, ez köszönt ránk, és így tudjuk ezt beosztani. Melyik településekre megy még? A szomszéd települések közül van még a Kisvalud, ott is majd az hirdetés szerint lesz a este 8 óra szokott lenni általában ott a vigília mise, illetve hát ez már a szent esti miséjük. Amellett van még Mihályi, ott a Kisvaludot követően szoktam mondani szent misét, és még előttük Vica is következik. Ott egy ilyen kis műsorral úgy mondta, hogy említették, készülnek, talán felnőttek többen, mint gyerekek, és ott majd a délután folyamán esti időben lenne a szent mise. 5 órakor lesz az ottani kezdésük emlékezetem szerint, és majd jelen pillanatban úgy áll a helyzet, nem is érek át rögtön én a szerint, hanem azt követően olyan 17:30 után tudom kezdeni ott is a szent misét, ugye a szombaton, tehát a vigília misét. Összességében mi a karácsony üzenete az emberek számára? Hogy lehet ezt megfogalmazni röviden? Az ember számára a karácsony, hogy a betlehemi gyermek, a kis Jézus születése, az, hogy az Isten fia emberé lett, az ige testé lett, értünk, és kicsivé lett, szegény élet vállalta, ahogy szoktuk mondani, a betlehemi istállót, vállalta
a szegénységet, hogy minket gazdagítson. Az isteni életet hozta el számunkra, és ezt ő szerezte meg, ő hozta, benne jött el közénk az Isten fia. Jézusban az Atya örök fiát küldi el közénk, aki egy vele. Hogy Pál apostol is mondja az Istennel való egyenlőségét, nem tartotta Krisztus olyan dolognak, amihez úgy zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, és testvérünk lett, emberé lett, hogy mi számunkra az Isten életet elhozza. Tehát ez a leglényege, hogy picit a menny megnyílik számunkra, valójában ő nyitotta meg számunkra az élet állomásaival, betlemi barlang, aztán szabad ég, és majd később ugye a szenvedése, a golgotai kereszt, a sír, ez az ő Istennek az alászállása hozzánk, tehát Isten ilyen alázatosan jött közénk, hogy minket megmentsen. És szinte az utolsó helyet választja Jézus, hogy a kereszt, a gyötrő halál kín, hogy a mi bűneinket elvegye, és hogy minket megszabadítson és betöltsön minket, az Istennel való barátságot megszerezze. Tehát ez a leglényeg, hogy az ő életébe vont be bennünket, és példát ad a szeretetre, hogy mindvégig szolgál, és odaadja az életét érettünk. Még a jó emberért is alig hal meg valaki, mondja valahol a Szentírás, de hát miértünk mégis ő vállalta helyettünk, miattunk, magára vette mindennek a büntetését, hogy nekünk életet adjon. Ez a leglényege, így röviden összefoglalva, és ez minden ember számára, ha megnyitjuk a szívünket, befogadjuk és részt adunk a lelkünkben, szívünkben, ez világosságot, fényt hoz, és valahol megadja az egész emberi életnek az értelmét, a mi életünk értelmét is, ami nem a harácsolás, nem a törtetés, nem a ki vagyok énnek a hangoztatása, hanem az, hogy mi is megtaláljuk ezáltal az életünknek a léptékeit, hogy mi is meg tudunk nyílni mások felé. Jézus, az Úr Jézus példát adott, hogy ő lejön az ő gazdagságából, és a szentek ezt értették meg, és ez űzte őket, ez hajtotta őket, ez a szeretet, az Istentől kapott Jézus által elhozott szeretet, hogy ők is odaadják az életüket, gondolhatunk egy Szent Erzsébetre, mindenét elosztotta, és akkor megkérdezte ott a gyóntatója, hogy hát akkor mit hagy rá másokra, és azért megdöbbentő, ugye, és azt mondja, hogy hát ha mindenét szétosztotta, már az ágyát is odaadta egy szegénynek, de az az egy ing, ami rajta van, hát abba temessék el. Ugye ezt érezték meg az emberek is, még a császár is elmegy a temetésére, és azt mondja, hogy hozta a koronát, és letette a koporsóra, és mondta, hogy hát földilletemben nem lehettél a hozzám tartó enyém, de azt a szeretetet, amit megélt, azt ugye át lehetett érezni, hát tudták, ezt a fényt tudta elhozni, vagy egy Teréz anyát is. Ugyanebben látunk, hogy elajándékozta az életét, és az egész világ azért azt láthatta, foghatta, de hát a szentek, a Szent Második János Pál pápától kezdve, ugye mondjuk a szentek ezt nagyon meg tudták élni, és ez nem az, hogy én kapjak, én nyerjek, hanem mit adhatok én, és ez kell, hogy bennünket is egy kicsit így mozgasson, akár a karácsony éjszakájára is, hogy hát adunk ajándékot, vagy készülünk rá, a családok is, a gyerekek felé megmutatják a szeretüket, a szülők, nagyszülők is. De ebbe is van ez az irányultság valamelyest. Áldott ünnepeket kívánunk, Lévános úr. Hát én is kívánok mindenkinek áldott, szép ünnepet, és azt, hogy megérezzük, vagy örülhessünk annak, amit a karácsony titka rejt, és valahogyan tudjunk találkozni és befogadni az isteni gyermek jóságát, szeretetét, hogy ezáltal megújuljon az életünk, ezáltal jobban tudjunk odafigyelni az üdvözítőre, Krisztusra, meg egymásra is, és így tudjunk szabaddá válni,
az éntől, az önmagunk körüli forgástól. Hát valami ilyesmit hozott Jézus, és ez a legfontosabb, hogy neki tudjunk érni az Istent.